Ahogyan a felvezetőből láthatták, szokásos havi polgármesteri beszélgetésünk, stúdióbeszélgetésünk következik. Az elmúlt két ülés között eltelt időszak eseményeiről, döntéseiről, illetve az aktuális önkormányzati előterjesztésekről. Már itt ül velem szemben a stúdióban Farkas Ferenc polgármester. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm a meghívást. No, hát gyakorlatilag húsvét óta talán nem találkoztunk, tehát ugyan a két testületi ülés, vagy a testületi ülések között rövidebb volt az időszak, viszont mi több mint egy hónapja nem találkoztunk itt a stúdióban, és hát elég sok minden történt. Hogy rögtön a fontosabb hírekkel kezdjük, ugye nem is olyan régen, talán egy-két héttel ezelőtt a svájci program keretében ugye ez a alapellátás fejlesztési mintaprogram, ami ugye Jászapátin már folyik talán több mint másfél éve, sőt lehet, hogy még annál is több, egy európai orvoscsoport látogatott el Jászapátira, hogy megvizsgálják, hogy is működik ez. Önt is meglátogatták. A kérdésem az, hogy mi a tapasztalata eddig, hogyan működik Jászapátin, ön hogyan látja a svájci program, és mit lehetett átadni az orvosoknak? Igen, valóban meglátogattak a polgármesteri hivatalban. Elég szoros időbeosztással bírtak a svájci alapellátás fejlesztési modellprogramnak a jelenlévői. Így a polgármesteri hivatalban is inkább kérdéseket tettek fel, hogy mi a véleményünk, hogyan élik ezt meg a jászapátiak, milyen fejlődésen ment keresztül a kezdetektől a svájci program ténykedése. És hát ugye azt láthatjuk ebben a körben, hogy a hátrányos helyzetű embereket sikerült bevonni abba a feladatrendszerbe, amire ugye hivatott ez a svájci alapellátási program, hogy szűrővizsgálatokon vegyenek részt, használják ki azokat a lehetőségeket, amelyeket ez, tulajdonképpen az ingyenes vizsgálatok és ebből adódó kezelésekre történő felhívások biztosítanak, valamint nagyon sokan részt vesznek magán a gyógyítás folyamatán is, hiszen a vizitornától az idős tornáig nagyon sok területen részt vettek jászapáti lakosai a svájci alapellátási program keretén belül. Én úgy tudom, hogy ennek akár folytatása is lehet. Tehát ugye, mert azt nyilván tudni kell, hogy itt néhány hónapon belül le fog zárulni Jászapátin ez a program, és azt is tudni kell, hogy ez egy mintaprogram, tehát ezután jön az, hogy leszűri a programot kiíró, hogy milyen tapasztalatok születtek nyilván részben Jászapátin és a többi praxis közösségben, és aztán megvizsgálják, hogy egyáltalán ezeket érdemes-e beépíteni, majd később az általános alapellátásba. A látogatók érdeklődése is kiterjedt erre a körre, valamint azért nagyon sok érdekes kérdést tettek föl. Egészen Finnországtól Máltáig voltak jelenlévő orvosok Jászapátin, és valóban látszik ilyen kezdeményezés, hogy folytatódik ez a program, azonban teljesen konkrét információink nincsenek még ezzel kapcsolatban, hogy mikor és hogyan veszi kezdetét. Jó hír volt néhány héttel ezelőtt, hogy elindult a jászapáti jászplasztik üzemben a második műszak. Tehát ez gondolom több munkahely, aztán később talán több iparűzési adó. Igen, ígéretükhöz híven, igazgató úr ígéretéhez híven megindult a második műszak, és előre láthatólag az év végére a harmadik műszakot is be fogják indítani. Jelenleg 70 fő a létszámuk, 70 fő körüli a létszámuk, akik a két csarnokban dolgoznak. Az év végére ez 30-40 fővel emelkedhet. Természetesen ennyivel több munkavállaló, ennyivel több család eltartására lesz alkalmas ez az üzem. És hát természetesen nem mellékes, ahogyan említette, az iparűzési adó mértéke is, hiszen itt majd az elkövetkező év mutatja meg az adóbevallási időszakban, hogy mi is volt az árbevétel és a felhasznált anyagköltség közötti különbözet, leépülő iparűzési adó. A Jászapáti Szociális Szövetkezet tartott egy találkozót. Ön is ott volt. Mi hangzott el, hogyan működik most jelenleg ez a Szociális Szövetkezet, hol tart? A Szociális Szövetkezetünk egyenes folytatása a Hangya Termelőiskola létrehozásának című programnak, hiszen egyik indikátor feltétele volt, hogy létrehozzuk a Szociális Szövetkezetet. Önkormányzatunk is tagja a Szociális Szövetkezetnek, valamint nagyon sok magánszemély, aki ugye a Hangya programban szerepet vállalt, és ott különböző tanfolyamokon vett részt.
Befizették a tagi hozzájárulást, erről volt szó a tagi hozzájárulások mértékéről és ennek a befizetéséről, valamint egy beszámoló hangzott el, hogy mit végzett eddig a Szociális Szövetkezet a tagok jóvoltából. Sor került még a tagi munkavégzések szorgalmazására is, hiszen mezőgazdasági tevékenységet is folytat a Szociális Szövetkezet, valamint szolgáltatást is végez, iskolai büfét is üzemeltet a Szociális Szövetkezetünk, és egy szövetkezetünk, és erről egy értékes beszámolót hallhattunk ezen a közgyűlésen. Megérte ebbe belevágni? Azért kérdezem, mert például Jászberényben, ugye a szomszédvári településen, nemrégen annak agglomerációjába tartozó Portelken, ami egyébként közigazgatásilag is ugye elvileg hozzátartozik Jászberényhez, ott felmerült ez a kérdés, hogy a helyi lakosok szeretnének valamilyen szociális szövetkezetet alapítani, mert sokan évtizedek óta, vagy hagyományszerűen ugye mezőgazdaságból élnek, és hát Portelek nem feltétlenül az a kis település, mikrotelepülés, ahol gombamód nőnek a munkahelyek, még akkor is, hogy egyébként tudjuk, hogy a Jászság ezen részén pedig munkaerő hiány van, de más területen. Mit mondana? Megéri egy ilyenbe belevágni? Annál is inkább, ugye van egyfajta kötelezettségünk a Hangya program utóéletének a bonyolításában, valamint van egy kapcsolódási pont egy másik pályázatunkhoz, ez a Tanya programnak a zöldségfeldolgozója, amely a piac melletti területen található, és itt a zöldségfeldolgozó beüzemelése is folyamatban van, és egy kézben van, Bójáné Katalin kezében van mind a két feladat, és ő emiatt ugye jobban tudja koordinálni a zöldségfeldolgozó és a Szociális Szövetkezetnek az együttműködését. Kis lépésekkel haladunk előre, de jó látni, ahogyan ugye alakul mind a két dolog, a Szociális Szövetkezet is és a zöldségfeldolgozó is. A zöldségfeldolgozóban lehetőség lesz a helyi és a környékbeli gazdáknak és elsősorban a Szociális Szövetkezet tagjainak majd elhelyezni, értékesíteni az általuk megtermelt mezőgazdasági termékeket, és itt pedig elvégezzük ezeknek a termékeknek a feldolgozását, csomagolását, értékesítését. Helyi termék, helyi piacon, helyi vásárlóknak, talán ez ugye mellé csapadjuk ezt a szintén értékes gondolatot. No, Jászapáti polgárőröket is díjaztak a megyében, nem is olyan régen, szám két héttel ezelőtt volt egy megyei közgyűlése a polgárőröknek. Helyben Mihály Zoltánt, aki a Jászapáti Polgárőr Egyesület elnöke, ő kapott egy magasrangú kitüntetést, de időközben megtudtuk, hogy elindult a kerékpáros járőr Jászapátin, zebrafigyelés történik elvileg minden reggel, tehát vigyáznak az iskolába járókra. És hát a rendezvénybiztosítás pedig az egyik alapja ennek a történetnek, amellett, hogy folyamatosan jelen vannak külterületen, belterületen is a jászapáti polgárőrök. Aztán ugye az aktuális események pedig néha még azt is mutatják, hogy valóban szükség is van erre. Igazából nem azt kérem, hogy ismét méltassuk a polgárőrök munkáját, mert az egyértelmű evidens, hogy ott jól működik, ezt mutatják a díjak is, de inkább arról mondjuk két-három szót, hogy valóban szükség van ennyire rá, illetve hogyan tudjuk kiegészíteni mindezt mondjuk azzal a szemmozgalommal, ami Apátin annyira jól működik, hogy a Jászságban igencsak megközelítette a létszámot, a belépők létszáma Jászberényét. Igen, hát arányaiban Jászapátin magasabb a szemmozgalom résztvevőinek a száma, azonban ehhez tényleg szükséges, és nem mehetünk el azért méltatás nélkül a rendőrség és a polgárőrség szoros együttműködése. Szükséges ehhez, hogy jól és kimagaslóan működhessen a szemmozgalom is, és akkor lehet eredményeket elérni, és akkor kaphat díjat egy polgárőrség, vagy akár ahogyan tavaly Jászapáti polgárőrváros kitüntető díjat kapott. Jelenleg Mihály Zoltán, a polgárőr egyesületnek a vezetője, kapott díjat, ha dolgoznak, jól dolgoznak és együttműködnek a rendőrséggel és az önkormányzattal. Szükség van, mindenképpen szükség van rájuk, és szükség van azokra az önkéntes fiatalokra, idősebbekre, akik szerepet vállalnak ebben a polgárőr feladatban. Tényleg nem lehetett volna egy világtalálkozót megrendezni nélkülük, nem lehetett volna megrendezni a Magyarok kenyere akciót, a búza begyűjtést is, akár egy egyszerűnek mondható jársági randevút sem az ő aktív közreműködésük nélkül. Segítséget nyújtanak nekünk, mi is igyekszünk viszonozni, és
Ez is egy nagyon fontos és új színfoltja a polgárőrök működésének, a kerékpáros járőrözés. Bejutnak olyan eldugottabb kisebb helyekre, ahol már egy autó jelenléte vagy megjelenése ugye feltűnést keltene. Így nyitott szemmel járva észrevesznek apróbb dolgokat is, és segítséget nyújtanak mindannyiunk munkájában és hétköznapjaiban. Az ön kétülés közötti beszámolójában volt egy pont, ez pedig a Városüzemeltető Kft. Következő időszakára, tehát munkájára vagy várható feladataira vonatkozott. Mi lesz a Városüzemeltető Kft.-vel? Pláne most ugye szintén aktuális, ugye ismételten, ugye hétről hétre valami újdonságot hallunk ugye a szemétszállítások ügyében. Most például azt látjuk, hogy az országos cég kilátásba helyezte, hogy itt óriási probléma lehet, mert tehát a pénz visszaosztások az átutalások hiányában nem tudnak elindulni, és hát ki tudja, hol marad a szemét, sokan már azt, hogy is mondjam, a jövőkében azt mutatták fel, hogy talán ott marad az utcán, vagy a kukáinkban, és már nem tudunk ezzel mit kezdeni. No, ez nyilván nem feltétlenül, de hát mégiscsak a városüzemeltető jövőképéhez is hozzátartozik. Egyik alapfeladata a Jászapáti Városüzemeltető Non-Profit Kft.-nek a település hulladék gazdálkodási feladatainak a megoldása. Nem fog az utcán maradni a hulladék Jászapátin, ez biztos, és azokon a településeken sem, ahol aktív részese a hulladékszállításnak a Jászapáti Városüzemeltető Non-Profit Kft. Egészen addig, amíg szerződéses kapcsolatban áll, akár a régiókom hulladékszállítási Kft.-vel, akár ugye Jászapáti városával közszolgáltatási szerződéses kapcsolatban állunk, tehát addig biztos, hogy nem fog az utcán maradni a hulladék. Azután is arra törekszünk, hogy ne lehessünk egy dél-itáliai kisváros megtestesítői itt Jászapátin és a környékünkön. Ezen kívül hatalmas feladata még a városüzemeltetőnek a strand és kempingüzemeltetés, vásárok, piacok üzemeltetése, de az elmúlt évben önkormányzatunk is segített ebben, hogy legyen még több feladata a Városüzemeltető Kft.-nek, és talán a gazdálkodását is élénkíteni próbáljuk ezzel, hiszen önkormányzati kötelező feladatok ellátásával is megbíztuk, így a belterületi utainknak a javítása, önkormányzati ingatlanoknak a javítása, felújítása, zárt csapadék vízelvezető rendszereknek a kezelése és karbantartása, parkok, zöld területek kezelése és karbantartása, és folytathatnánk így tovább, és mindig egy picivel megtoldjuk még a feladatok körét, de természetesen biztosítunk mellé forrást is a költségvetésünkből, és ezeknek a feladatoknak a koordinálása, ütemezése és egyeztetése folyt az elmúlt időszakban. Egyébként ugye az ülésen is említette, hogy folyamatosan felmérik a kátyúhelyzetet, sőt, ezt már valószínűleg meg is tették, most árajánlatokat várnak, vagy várnak még egyáltalán egyébként, mert ugye azt mondta, hogy a legjobbat megvárják. Nyilvánvaló, a legjobb árajánlatból a legtöbb kátyút lehet kivitelezni a keret erejéig. Igen, elkezdődtek a munkák már, a Városüzemeltető Kft. Ügyvezetője bekérte az ajánlatokat, és természetesen a legjobb ajánlatot adó céggel elkezdték a munkákat. Ugye itt külön kell választanunk, amikor kátyúzásról, karbantartásról van szó, külön választjuk azt, amikor martaszfaltos útépítésről van szó, és külön választjuk a harmadik körben, amikor aszfaltozásról, aszfaltszőnyeg terítésről van szó, és mindegyik feladatra meg fogjuk találni, és meg fogja találni a Városüzemeltető Kft. A megfelelő partnert. Elkezdődött a utaknak a kátyúzása, tehát elkezdték már a múlt hét szombaton a körbevágását a kátyúknak, és ezen a héten pedig annak a szakasznak a aszfaltozása, kátyú javítása be fog fejeződni, ahol ugye elkezdődtek a kátyúk kivágása. Mindig időről időre előkerülő téma a focipálya kérdése, egyáltalán a futballhelyzet, ami nekem úgy tűnt végignézve a testületi ülést, hogy azért mindenkiben hagyott régi sérelmeket, vagy mélyebb sebeket, és hát ez időről időre felemlíti például Birkás képviselő úr. Mi a helyzet most? Személyesen
figyelek ezekre a dolgokra, annál is inkább, hogy elég sok kérdést kapok ebben a témakörben, úgy az öltöző, mint a pálya, mint a foci csapat kérdésével kapcsolatban. Kezdjük az öltözővel. Az öltözővel. Azért igyekeztünk a tél folyamán komfortosabbá tenni az öltözőt, amit kifejezetten ugye a labdarúgó csapataink használnak. Kisebb belső átalakítások, tisztasági festés, zuhanyzók átalakítása, mellékhelyiségek átalakítása megtörtént. Külső javítás, alkolatjavítás és külső tisztasági festést is kapott az épületünk, természetesen megőrizve a hagyományos vonalat, a színvilágot, ennek mentén végeztük el a javítást. A pálya karbantartására is nagyobb hangsúlyt fordítunk, már a futópálya felújítása is ugye kezdetét vette, föltárcsáztuk, gyomtalanítottuk, vissza fogjuk hengerezni, hogy alkalmas legyen arra a feladatra, amire ugye hivatott. A labdarúgás nem különb annyiból a már többi sportágtól sem, hogy kevesebb versenyző, kevesebb fiatal vesz részt általában a sportokban, így a labdarúgásban is, így a tavasz folyamán a két, tehát 6 utánpótlás csapatunk van, ebből sajnos idén 5-öt tudtunk indítani, vagy tudott indítani a Futballklub Kft., hiszen az U16-os korosztályban nem volt megfelelő számú labdarúgónk, hogy egy jól működő és ne csak pofozógép szerepét játszó csapatot állítsanak ki, így az U19-es csapatra erősítettek rá, és így általában 18 fővel ugye járnak edzésre, és tudnak mérkőzésekre is menni az U19-es csapattal. Szándék a következő időszakban, csak megerősítésképpen, mert erről már beszéltünk, ha visszakerül a jog, akkor ezt rendbe rakni, új csapatot indítani, akár felnőttet is? Természetesen, ugye, ahogy nagyon sokszor elmondtam már testületi ülésen is, hogy igyekszünk erre az U19-es utánpótlás csapatra építeni, természetesen amennyiben olyan játékos jelentkezik, vagy olyan játékos találunk, aki beilleszthető ebbe a csapatba, és megfelelő játékerőt képvisel, akkor kifejezetten kérni fogjuk, hogy játszon Jászapátin, és erre a csapatra építve próbáljuk újraindítani a felnőtt labdarúgást. Amiről még nem beszéltünk, és fontos, de ez már a testületi ülésen, tehát a nyilvános televíziós rögzítésben nem hallatszik, ez a topos pályázatok, illetve egyéb pályázatokra a jelentkezés. Menjünk sorjában, településképes energetikai felújítással kapcsolatos, ugyan nem topos pályázat, de indul rajta a Páti. Igen, ez egy vidékfejlesztési program keretén belül lehetett pályázni a településképet befolyásoló, vagy lényegesen befolyásoló épületek felújítására is, energetikai korszerűsítésére. Itt önkormányzatunk tulajdonában lévő, korábban református imaház szerepét betöltő épületről van szó, amire pályázunk, és ugye egyfajta civil házként és a testvérvárosi kapcsolataink során hozzánk érkező vendégek fogadására és úgymond foglalkoztatására is tudjuk használni. Fenntartható turizmus fejlesztés, ez azért érdekes számomra, ugye érdekes, hogy igazából Jászberény is ugye indul, illetve azt hiszem, hogy több jászsági település is indul ugyanezen a pályázaton. Ugye a fenntarthatóság, mint maga már olyan, ami érdekessé teszi ezt a pályázatot. Igen, itt alapvetően a strandfürdőnkre, a kempingre, a gyógyvízünkre alapozva próbáltuk a strand közvetlen környezetében lévő Dósa Kúria felújítását is bevonni ebbe a körbe, és ezért erősíteni ezt a turisztikai vonalat, és hogy még inkább a nyári időszakban, ha igény mutatkozik ilyen közösségi tereken, rendezvények szervezésére, akkor itt a sportpályán lévő Dósa Kúria felújításával ezt meg tudjuk valósítani. Egyébként ez csak egy ilyen keresztkérdés, május 1-én tud nyitni a strand, vagy ez most időjárás függő lesz? Minden évben időjárás függő, azonban eltávolították már a téli működésnek egyik alappillérét, a sátrat, és legjobb tudomásom szerint indulni fog a szezon. Május 1-én. Tiszta sor, hogy kerékpárút fejlesztése most már főleg a plasztik miatt egyre nagyobb szükség van, ebben is indulnak. Igen, indultunk, benyújtottuk a pályázatunkat, a tulajdonviszonyokat
99%-ig sikerült rendeznünk a kerékpárút nyomvonalán. Talán egy Egyesült Államokban élő örökösnek a hozzájárulása szükséges még hozzá, és akkor el tudjuk kezdeni természetesen nyertes pályázat esetén a 31-es úttal párhuzamos a temető mellett futó kerékpárútnak a kivitelezését. A pannakútja és a bakeli tavak kotrása, erről korábban talán úgy esett szó, hogy a Nádel távolítását sírelmezte az egyik ellenzéki képviselő. Nem tudom, ez egyébként azóta megoldódott-e, illetve van szükség kotrásra? Mindenképpen, hiszen ez a három tó, ez mind a jászapáti csapadékvizés belvízelvezetési rendszerét szolgálja. Jelenleg is bekötöttek ebbe a rendszerbe, azonban a természet mindig igyekszik visszafoglalni, amit ugye magáénak tekint, így szükségessé vált mind a három tónak a kotlása. Két tó esetében a Nádas eltávolítására, a Pannakutya tó esetében pedig az iszap réteg eltávolítására van szükség, és ezzel megoldódhat hosszú időre a csapadékvíz befogadása Jászapátén. A kerékpárúton majd remélhetőleg, ami megvalósul, kijutnak az ipari parkba az emberek, amit szintén kell fejleszteni, nem csak azért, mert ugye megtelik időről időre, hál' Istennek, hanem gondolom ott is az infrastruktúrális fejlesztés vonzóbb. Így van, azért, hogy még inkább meg tudjunk felelni az ipari park minősítésnek, és minél több vállalkozás tudjon betelepülni az ipari parkba, minél nagyobb létszámot tudjanak foglalkoztatni, ezért az alapinfrastruktúrát ki kell alakítanunk az ipari park területén. Gáz, víz, villany, szennyvíz elvezetésre történik majd a pályázat kapcsán. Természetesen egy megfelelően jól előkészített és egy jó pályázattal reménykedhetünk csak abban, hogy nyertesek is leszünk ezen a területen. Lehetőség nyílik még az ipari park fejlesztése kapcsán területvásárlásra is, ami a pályázati összeg azt hiszem, hogy 3-4%-át teszi ki, tehát nem egy borzasztó nagy forrásról van szó, azonban szeretnénk a saját területeink mellett földterületet vásárolni. Viszonylag jó átkötő a művelődési ház tisztítása, felújítása arra a kulturális blokkra, amivel most zárjuk a beszélgetésünket. Egyrészt azért, mert egy kiváló költészetnapi ünnepségen vagyunk túl, illetve megemlékezésen Molnári tanár úrra és Petes Sándorra. Közben új nevet kapott az ifjúsági Fúvós zenekar, és hát nem véletlenül szépül meg a Pályár Antal művelődési ház, hiszen azt gondolom, hogy a jászság egyik legnagyobb közéleti eseménye közelít hamarosan. Igen, következik a 27. jászbál, és hát természetesen ennek apropóján, de nem csak a jászbál miatt ugye takarítunk és tisztítjuk, tisztasági festést végzünk a művelődési házon kívül és belül, hiszen ez megmarad a jászapátiaknak az elkövetkező időszakra is, és reményeink szerint majd megfelelő gyakorisággal el fogjuk végezni ezt a tisztítást, takarítást, festést, hogy mindig megfelelő környezetben tudjuk megrendezni bármelyik eseményünket. Egyébként a múlt héten ugye beszámoltunk a jászbál előkészületeiről, nagyon gondosan, szinte hetente találkoztak a szervezőbizottsággal, ugye? Igen, egészen a protokoll listától, a rendezvény protokoll feltételeitől kezdve a díszítésig, a menü kialakításban aktívan részt vettek a előkészítés és a résztvevők is a szervezőbizottságnak a tagjai. Fáradtságos nagy munkát végeznek, most már ott tartunk, hogy elmúlt hét csütörtökén kiküldtük a meghívókat, így elindulhat az a folyamat is, amikor már a vendégeinket várhatjuk. Természetesen nem nyugodtunk bele ebbe a meghívó küldésbe, már két hónappal ezelőtt személyesen küldtem e-mailt a polgármestertársaimnak és a jászkapitányoknak a rendezvény napjával és ugye szervezésével kapcsolatban, valamint egy hónappal ezelőtt egy emlékeztető e-mail is érkezett a képzeletbeli postaládába. Már csak azért is, mert ugye nem csak a jászbál az, ami azt a napot különlegessé teszi Apátin, hanem a redemciós ünnepség is ide kapcsolódik azt megelőzően. Igen, 6-án megyeszerte így Jászberényben is redemciós emléknap lesz, és ehhez kapcsolódó rendezvények. Jász Apátina jászbált megelőzően a Vágó Pál műteremben lesz Somogyi Győző
Kossuth Díjas festőművésznek a kiállítás megnyitója, valamint előtte egy redemciós ünnepség szintén a Jász Múzeum kertjében. Hát, pontosabban a Vágó Pál Múzeum kertjében. Igen, remélhetőleg sokan ott lesznek, és megtisztelik az eseményt. Jó szórakozást kívánok, a következő egy hónaphoz pedig jó munkát. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Rövid híreinkkel folytatjuk az Apáti Hírmondót.